Köszöntöm Önöket! Fitmix című műsorunkat látják, a Rákosmente Televízió sport, szabadidő és életmód magazinját. Mai műsorunkban egy életmódváltás történetéről fogunk beszélgetni. Mai vendégemnek, Túróci Brigittának ez olyan sikeres volt, hogy ma már másoknak segít az életmódváltásban. Köszöntelek a stúdióban! Én is köszönöm szépen a meghívást, meg üdvözlöm a nézőket! Kezdjük az elején, hogyan szántad el magad te az életmódváltásra? Hát én igazából 25 évesen, amikor 86 kilós voltam, és akkor már jelentkeztek nálam azok a panaszok, hogy fájt a hátam, fáradékony voltam, ziháltam, pedig ez még nem egy nagy súly. És akkor éreztem úgy, hogy nekem el kell valamit kezdenem, mert ez nem egy életforma. Tehát az ülőmunka által eleve ugye itt a törzstartó izmaim teljesen meggyengültek, volt ugye a hátfájásom, és úgy voltam vele, hogy ha most nem fogok semmit se tenni, akkor én hízékony vagyok. Tehát 30 éves koromra szerintem elértem volna 100 kilót is. Úgyhogy az volt egy olyan pont, hogy azt mondtam, hogy ezt én nem szeretném tovább engedni. Mi volt az, ami aztán a sikerhez hozzásegített? Több edzőt kipróbáltam, és az utolsó edzőm volt az, aki megadta nekem azt a lehetőséget, hogy azt mondta, hogy ne csak az legyen, hogy lefogy, az legyen a cél, hanem hogy mivel engem érdekelt külön még ennek a háttér része és az izmoknak a mozgása, a változása, ő mondta azt, hogy akkor miért nem tanulom meg. Tehát ő volt egy ilyen buzdító emberke, aki engem felkért arra, hogy ha lehetséges, akkor ahol ő oktat, akkor vegyek részt az órákon. A korábbi próbálkozásoknál mi volt az, ami miatt nem sikerült? Nem volt segítségem. Tehát én is ugye elővettem a cikkeket, felmentem az internetre, ahol, tehát azt mindenképpen fontos tudni, hogy egy nap körülbelül 1 millió cikk jelenik meg csak a táplálkozásról, meg a testedzésről. És az egyik üti a másikat, tehát ugye vannak itt a hormonális, a vércsoport szint, a paleo és hasonlóak. Ezekben, hogyha egy olyan ember, aki soha nem tanult ezekről, el fog veszni, és én is, amikor ez a mindent ki akarsz próbálni, és semmi sem működik. Mert drasztikus, azonnal akarsz változást, de ez így nem működik. Tehát ez azt jelenti, hogy különböző embereknek akár különböző féle diéta lehet jó? Mindenképpen. Ugye az elején beszélünk még diétáról, és utána, hogyha már őt magát tudja szabályozni, utána beszélünk életmódváltásról. Mert az elején én mindig azt mondom a vendégeimnek, hogy először azért fogsz diétázni, mert úgy táplálkozol, ahogy nem szoktál. És utána, hogyha már te is azt mondom, hogy elmész például egy cukrászdába, meglátsz egy süteményt, de tudod, hogy miből tevődik össze, és inkább azt mondod, hogy keresek helyette egy alternatívát, mert most már rengeteg fajta van. És hogyha azt fogod választani, akkor történik életmódváltás. De minden embernek teljesen más a táplálkozása. Tehát erre mindig figyelni kell. Én is, amikor a vendégeim megkeresnek, elmondom, hogy azért, hogy ami neki bevált, az nem biztos, hogy neked be fog válni. Erre mindig figyelni kell. Beszélhetünk ilyenkor fogyókúráról? Fogyókúráról nem. Azért nem, mert a fogyókúrát azt általában orvosok szokták összeállítani, és az mondjuk egy különböző betegségeknél, meg műtétek előtt szokták alkalmazni a fogyókúrát. A fogyókúrának a szakszerű megfogalmazása az, amikor egy drasztikus étrendváltoztatás történik, ami hosszan nem tartható fent. Ez akár az, hogy megvonok valamilyen táplálékot, vagy valamilyen összetevőt az étkezésemből, de ez hosszan nem tartható, mert utána ez már inkább egészségkárosodást okoz. A diéta és az életmódváltás az a kettő az, ami inkább azt mondom, hogy az én esetemben alkalmazandó. Mi az, amiben le lehet mérni a sikert? A sikert? Ugye alapvetően az első és legfontosabb az mindenki a mérleget veszi elő. Én amikor hozzám valaki eljön, mindig mondani szoktam neki, hogy a mérleget azt akkor tegyük félre, el is adhatja, nem fog számítani. Válasszunk egy nadrágot, egy pólót, egy övet. Nézzük meg, hogy jelen pillanatban hol van rajta a jelzés, meddig bírom begombolni, mennyire passzos rajtam. És ami nagyon fontos, ne legyünk türelmetlenek. Tehát egy hónap elteltével nézzük meg ismét azt a ruhadarabot. Az lesz a mérvadó mindig. Illetve a külső, a tükör. A tükör a soha nem hazudik. Tehát azzal, hogyha szembeállunk, látni fogjuk, hogy innen ment le egy pici, ott volt egy kis kerekedés, egy kis gömbölyödés. Tehát ezt kell mindig figyelembe venni. A te életedben mi volt az a pont, amikor érezted, hogy igen, most sikerülni fog? Hát nekem talán az, amikor ugye jó edzőhöz kerültem, kitanultam ezt a szakmát, tehát én elvégeztem a sportedzőit, a személyedzőit, utána külön végeztem funkcionális edzéssel kapcsolatban oktatást, és amikor azt mondhattam, hogy én bankba dolgoztam előtte. Én ott fogtam, felálltam, és a biztos munkahelyet ott hagytam azért, hogy ezt tovább tanulhassam, illetve hogy már ugye ebbe dolgozni is tudjak, és most már ez több mint egy éve, hogy megtörtént. Ezen kívül mi az, amiben megváltozott az életed a sikeres életmódváltás óta? Hát saját magam főnöke lettem, tehát sokkal nyugodtabb
az én életem jelen pillanatban, illetve sokkal hamarabb kapok pozitív visszajelzést, mint hogyha azt mondom, hogy más vagy multinál dolgoznék. Itt ugye én is látom a változásokat a vendégeimen, meg magamon is folyamatosan szeretek újat tanulni. Tehát teljesen más, szerintem ezzel mindenki így van, teljesen más olyat tanulni, amit szeretsz, mint amire rá vagy kényszerítve. Úgyhogy nekem ez az elsősorban, hogy azt csinálom, amit szeretek, így nem is munkának tekintem. Hogyan tapasztalod a hozzád fordulóknak, elsősorban mi okoz nehézséget? Hát egyrészt a rendszeresség, mert ugye itt azért én sokszor érzem azt, hogy az edzést az emberek hobbinak tekintik. Akkor megyek el, amikor már mindent megcsináltam, és van rá egy órám. Tehát amíg hamarabb kreálnak kifogást, addig én azt mondom, és ezt tényleg tiszta szívből, ne keressen föl személyi edzőt, mert fölösleges pénzkidobás. Ha már tényleg elhatározta magát, és mondjuk már annyit megbír tartani, hogy mondjuk a táplálkozására jobban figyel, és megengedheti magának az edzőt, vagy csak egyszerűen kialakítja azt, mondjuk, hogy ő magától heti háromszor lejár a terembe, ismerkedik a gépekkel, nyugodtan lehet segítséget kérni, teremedzők szoktak lenni, akkor azt mondom, hogy utána már érdemes ezzel komolyabban foglalkozni. Ne akarjunk azonnal mindent. Tehát ez egy nagyon fontos. Fokozatosan, de rendszeresen, és a testmozgást, azt tekintsük egy ilyen piros betűs időpontnak. Tehát nincsen lemondás, nincsen mozi helyette, nincsen vendégbemenetel, az mindig legyen egy fix. Tehát én mindig azt javaslom, hogy az első sorban tűzzünk ki mondjuk heti 2 napot, amikor oda semmit nem tehetünk be. Tehát az fixen maradjon. És onnantól lehet majd ezt fokozatosan emelni. Igen, mindannyian tudjuk, hogy többet kéne mozogni, egészségesebben kellene enni. Azt is tudjuk nagyjából, hogy melyek azok az ételek, amik egészségtelenek. Tehát erről valóban rengeteg cikk jelenik meg. De mégis mi az, ami arra motiválhatja az embereket, hogy igen, akkor tényleg most piros betűs napként jelölöm meg az edzést? Én azt tudom mondani, hogy körülbelül 2 hét. Mert ugye mindig az emberek szeretik az időpontokat. Egyrészt tűzünk ki akkor csak egy hónapos célt. Tehát nem kell azonnal, hogy én 12 kilót szeretnék leadni, vagy 10 kilót szeretnék felszedni, mert ugye azért ne csak a fogyás felé menjünk, hanem menjünk ugye az izomtömeg növelése felé, és vagy csak egyszerűen egy formásabb testet képzeljünk el. Legyen az első, az egy hónap, vagy egy 2 hét. Próbáljuk meg tényleg csak azt, hogy tisztán étkezünk. Itt, ha nagyon-nagyon szűken akarnám, cukros ételek, készítelek, fehérlisztes termékek. Most csak ezt a 3-at említettem, csak ezeket vegyük ki az étkezésből. És már az ember meg fogja látni, hogy nem lesz annyira fáradékony, meg fogja látni azt, hogy a bőre ki fog tisztulni. És ezt minden probléma nélkül mondom, illetve a gyomrával sem lesznek, hogy nagyon sok embernél van a puffadás és a hasonló testi tünetek, ezek el fognak tűnni. A mozgásnál pedig szimplán annyi, hogy már azt el fog érni az ember, hogy nem lesz annyira stresszes. Az az egy óra, az csak az övé. Tehát ott telefont leteszi az ember, és csak magával foglalkozik, érezni fogja egyszerűen azt a pozitív visszajelzést magával kapcsolatban is, illetve másoktól is, hogy látszódni fog rajta a változás, már csak a kisugárzása miatt is. Tehát először ezekre figyeljünk, utána mehet majd a többi. A vendégeitől milyen visszajelzések érkeznek az életmódváltás sikere után, hogy miben változik meg az életük, ha például lefogynak, vagy megizmosodnak? Hát nekem, hál' Istennek olyan szerencsés vagyok, hogy nekem van 14 éves kortól egészen 60 éves korig vendégem, és a vékonytól egészen a túlsúlyos vendégig. Nekem ami a legfontosabb, most pont volt pár vendégem, akiknek végre tudtam prezentálni az eredményüket, mert azért, amit mondtam neked, tehát egy 2-3 hónap kell, hogy látszódjon a változás. Volt egy 22 éves lány, aki felkeresett engem, ő konkrétan már magas koleszterin szinttel jött, az orvosok gyógyszert írtak föl neki, amitől besárgult, a mája már nem úgy működött, ahogy kellett volna. Én mondtam, hogy próbáljuk meg egy tiszta étkezést és egy rendszeres testmozgást. És most konkrétan az ő elmondásai szerint az, ami most van súlya, az 3. kor óta nem volt, általános 3., illetve most tényleg ami a legfontosabb, hogy minden lelete, orvosi eredménye az pozitív lett, nincsen már semmi, ami eltérne és amit javítani kellene. De mondhatok olyat is, akinél meg szintén egy 180 centis fiúról beszélünk, ő például megkeresett engem 52 kilóval, ami 180 centihez, tehát az már viszont a kórosan vékony, és nála sikerült nehezen, tehát izmot felszedni még nehezebb, mint fogyni, őnála sikerült 8 kiló izmot felépítenünk. Tehát nekem ezek az eredmények, ezek nem nagyon fontosak igazából, meg a legfontosabb, mindenkinél azt látod, hogy mosolyog. Tehát ez egy olyan része, hogy
nem szabad párkapcsolathoz kötni, de nagyon sok olyan vendégem, aki boldogtalan volt, nem volt párja, ő például a kisugárzás miatt bevonzotta ezeket a pozitív dolgokat, mert olyat csinálni, amit eddig nem tudott megtenni, de akár ez is, hogy tényleg, aki például eddig nem túrázott, most rákapott arra, hogy akkor inkább ő sétál, nem a tömegközlekedést használja, nekem ezek mind fontos visszajelzések. Szerintem, amit te magadra rászánsz időt, a legjobb befektetés az mindig a saját magad lesz. Ez biztos. Tehát így ezeket tudom csak értékelni. Az önbizalmunk is növekedik? Persze, az egyértelmű. Szerintem az mindenkinek úgy van, hogy látszik a változás, akár egy bók egy nap kétszer vagy háromszor, és biztos, hogy sokkal erősebb lesz az önbizalma. Mik az alapvető tévhitek, amiket el kell oszlatnod? A legtöbb vendégem, aki felkeres, ugye ezek a régi népies szabályok, tehát hogy 6 óra után nem eszünk, illetve ugye ebben az esetben mi sokszor látok, hogy például szénhidrátot nem eszünk, zsírt nem eszünk, tehát kiveszünk különböző tápanyagokat, amire szükség lenne, illetve ugye ez a minél kevesebbet tenni, mert akkor biztosan látszódni fog a fogyás. Ami nagyon fontos, tehát ez a 6 óra után nem eszünk, ez arra lenne érvényes, aki mondjuk már 9-kor ágyba kerül. Ugyanis, amire figyelni kell, hogy mindenkinek a napja onnantól kezdődik, hogy megébred. Ha valaki egykor ébred meg, akkor értelemszerűen neki nem 6-kor fog befejeződni az étkezés. Tehát én azt tudom nektek mondani, hogy ami fontos, az az, hogy figyeljünk arra, hogy tényleg 3 főétkezésünk azért legalább legyen. Reggel tényleg érdemes minden tápanyagot bevinni, ami azt jelenti, hogy érdemes hústerméket vagy tejterméket enni, érdemes ugye kenyérféreknél megnézni, de azért teljes kiörlésű termékeket keresni, vagy rossz termékeket, illetve zöldséget, gyümölcsöt. Lefekvés előtt 1-2 órával már nem javasolt enni, ezt szoktuk mondani, de ez is olyan, hogyha például én csak megeszek mondjuk egy pár szelet felvágottat, azt nyugodtan lehet, az a probléma nincsen. Nagyon sok folyadékot inni, tehát tényleg ez a 2-3 liter tesz mindenképpen, mert ezt nagyon sokan elfelejtik. Illetve én azt tudnám mondani, hogy nem keveset kell lenni, hanem sokszor kicsit. Tehát 3 főétkezés, és mondjuk amellett még legyen 2 kisebb étkezés, ami lehet egy marék mag, olajos magvak, akár lehet tényleg egy alma, egy grapefruit, egy narancs, minden probléma nélkül mehet. Tehát legyenek meg az étkezések, és ne az legyen, hogy minél kevesebbet, mert azt kell tudni, hogy a szervezet az izmot bontja le elsősorban, utána pedig a zsírt. Tehát amikor valaki rááll a mérlegre, mert azt mondja, hogy egy hét ő nem evett rendesen, akkor ott igazából izomveszteség történik, nem pedig zsírveszteség, de ezt a tükörben ő látni fogja. Tehát 2-3 óránként, 4 óránként érdemes enni, és lefekvés előtt ilyen 1-2 órával még nyugodtan elhetünk minden probléma nélkül. Mit mondanál azoknak, akik a zsírt vagy a cukrot teljesen el akarják hagyni az étkezésükből? Ebben az esetben azt javasolnám nekik, hogy a zsíroknál maradjon meg az állati zsíradék, illetve az olajos magok által a zsíradék, mert ugye a vitaminok zsírban és vízben oldódnak, de itt figyelni kell a mértékegységre. Tehát én azt tudom mondani, hogy például a magvakból napi szinten egy 3-szor fél tenyérnyi, tehát mindenkinek a saját tenyere, az, amit javasolnék, állati zsíradékból pedig egy 5, maximum 10 dekagram egy napra elosztva. A cukornál, ami pedig fontos, minél kevésbé eszünk édes ételeket, annál kevésbé fogjuk kívánni. Tehát például én nem eszem cukros ételeket, és ezáltal én nekem már egy minimális cukor is túl édes. Csökkentsük. Vannak édesítőszerek, de én erre mindig azt mondom, hogy ami nem természetes úton van, természetes formában, azt próbáljuk megkerülni, tehát hogyha már édesíteni akarunk, akkor próbáljuk meg a mézet, ami a természetben is előfordul. Köszönöm szépen ezt a sok hasznos tanácsot, és köszönöm, hogy elmesélted a történetedet is. Én is köszönöm szépen. Önöknek köszönöm a figyelmet, Fitmix-el legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Rákosmente televízióban. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!